Sziasztok, ez itt a podcast péntek, majdnem elfelejtettem a nevét így hirtelen a nagy értségbe. A Nyugat hírelemző, hírvadász péntek esti beszélgetése műsora. És múlt héten ültünk itt ennél az asztalnál. Most is ugyanitt ülünk, csak kicsit változott a névsor. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Horváth Gábor, városi képviselőt, a Fidesz frakció tagját. Te éppen most beszéltük róla, hogy ilyen évente egyszer jössz hozzánk, ugye? Így van. Sziasztok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És örülünk annak, hogy abból a frakcióból is eljön hozzánk egy képviselő időnként. Józsi Gantal kollégámmal fogunk kérdezni, és nem is kérdezni, ezért beszélgetünk, elemezzük a híreket, de szerintem előtte próbáljuk, egy kicsit elevenítsük fel az egy évvel ezelőtti történéseket. Hogy volt ez, Tóni? Hát itt beszéltünk a Gáborra, hogy beszéljünk róla, ne beszéljünk róla, és akkor beszéljünk róla, mert ilyen emlékezetes szerintem mind a kettőnknek. Az történt, hogy de akkor még a régi stúdióban ültünk. Így van valóban, ott sok jó ember kis helyen is. Igen, a kis konyhában. Nem sokkal utána lett kész, valamikor tavaly tavasz közepén, vagy valahogy így ez a stúdió. És akkor ugye azt kérdeztem, hogy, vagy mondtad, vagy nem tudom mi, hogy az, hogy Szombathelynek ellenzéki város vezetése van, az hátrányosan érinti a várost, és akkor te azt mondtad, hogy igen. Hát ennyi volt ennek a, egy órás beszélgetés volt egyébként, és akkor némi meglepetésemre legalábbis nekem ez a 5-10 másodperces rész, vagy nem tudom, milyen hosszú volt ez a rész? Hát lehet, hogy talán egy perc is volt, de abból csak egy ilyen 10-20 másodpercet ragadtak ki, és azt a közgyűlésen bejátszották. Igen, a közgyűlésen bejátszottak, és némileg meglepődtem, hogy bejátszották. Egyrészt mondom, jó, ennyire figyelnek ránk itt a döntéshozó urak, akkor ez a, mégiscsak volt értelme ennek a podcastnak. Másrészt, hogy annyira nem örültem azért neki, mert egyrészt ki volt ragadva valamennyire azért a szövegkörnyezetből ez a rész. Másrészt pedig én úgy gondoltam, hogy te bejöttél hozzánk, elmondtad, és akkor ez valahogy ez a szöveg részlet, a felhasználása nem biztos, hogy szerencsés ez volt. Nem örültem neki, mert én sem tudtam róla, hogy ennek lesz egy ilyen ennek kifutása. Ennek természetesen a mi szándékunk nem is az volt, hogy igen, ilyen alapanyagot adjunk, hogy ezeket politikai szándékban felhasználják. De hát a politika már csak ilyen, tehát te ezt hogy élted meg? Hát ott egy kicsit meglepődtem, mert nem tudtam már annyi idő elteltével, hogy végülis mi volt a következő mondatsor, de aztán később visszahallgattam, és hát kimaradt belőle az, hogy igen, hát mindig az aktuális vezetésnek lejt a pálya, úgymond, mi egy nehezített pályán megyünk fel, tehát gondolok itt jó magamra is, nekem nehezebb, mint mondjuk a Németh Ákosnak. De ugyanígy az ellenzéki városnak is valamilyen szinten nehezebb, mint mondjuk egy kormánypárti vezetésű városnak. Ez valahogy mindig is így volt egyébként. Csak én akartam közbefűzni, hogy a közgyűlésben vannak ellenzéki képviselők, meg városvezető képviselők, de alapjában az ellenzéki képviselők is ugyanolyan város vezetők, mint a többiek szerint részt vesznek a döntésekben is, tehát gyakorlatilag ez a döntés akkor az egész közgyűlést érinti akkor. Nem erre gondoltál? Hát nem feltétlenül erre gondoltam, hanem azt gondolom, hogy ha megnézzük Zalaegerszeget vagy Veszprémet, talán ezt a két várost lehet összehasonlítani Szombathellyel, és én Zalaegerszegen rendszeresen járok, ott tényleg ilyen fénysebességgel halad előre a város, míg nálunk még mindig a kátyú, a fűnyírás, meg ezek erre az majd, örökérvényű nem tudod mérni a füvet. Hát remélem az idén nem kell mérni. Remélem az idén nem lesz 178 erre centiméter. Erre ki akartunk térni még. De látok, ne, hadd most beszéljünk szabadon. Oké, csak annyi kérdés, csak egy gyors kérdés, hogy nagyon kikaptál a frakciótól ez miatt, vagy volt valami... Hát nem mondanám azt, hogy kikaptam, de voltak ilyen kis érdekes nézések, úgyhogy aztán ugye akkor próbáltatok behívni még a választás előtt, de akkor nem jöttem be. De most itt vagy, és akkor az jutott eszembe ezzel a Zalaegerszeggel, hogy biztos, hogy a roham léptekkel megy előre Zalaegerszeg? Igen, úgy gondolom. Tehát, de ez miben látszik?
az elmúlt 5 évben lévő fejlesztések, beruházások, gondolok itt az Alazonra, vagy a többi olyan innovációs beruházásra, ami aztán még vonz egyéb ilyen beruházásokat, ez látszik azt, hogy az a térség jobban fejlődik. Erről írtunk már mi is egyébként, tehát ott ugye ez a milyen pálya, ez próbapálya, ugye? Igen, tesztpálya. Tesztpálya, aztán nem is tudom, a Balatonszálló is rengeteg állami pénzből újul meg ott azért sok. Ez a kínai, az kínaiak vették meg. De van benne állami pénz. Abban nincs. Egy másik, egy önkormányzati pénzeket tettek vele egy másik szállodába. Akkor összekevertem mindegy, a szállodát. Lényegtelen. Én amennyi ilyen számokat látok egyébként, az Zala megyei, meg az zalaegerszegi számok, ott nem, igen, tehát amikor lejön az MT hír, hogy épül, ezt is átadták, azt is átadták, amazt is átadták, Zalazón, nem tudom, milyen okos útvonal, ez az amaz, akkor az ember mindig hajlamos, hogy ez elhinni, vagy úgy gondolni, hogy valóban Zalaegerszeg ramléptekkel fejlődik. Amikor azt meglátom a számokat, a fizetéseket, meg egyebeket, tehát én nem látok olyan ramléptekkel való emelkedést. Én azt érzékelem, hogyha végigmegyek Zalaegerszeg városán, meg ott mellette levő utakon, hogy az ipari park hogy fejlődik, milyen léptékben fejlődik, a fizetéseket, vagy így ezeket a pénzügyi dolgokat nem néztem meg egyébként. Én sem mostanában, de akkor ezt meg kéne tennünk szerintem. És onnan benne az, hogy épül egy tankgyár, az szép és jó. Csak ez szép és jó, egy tankgyár. Na mindegy, tehát épül egy tankgyár, az egy tankgyár, csak nem tudom, hogy ez hogy csapódik le magában a városban és a környezetében. Veszprémben voltam, körülbelül másfél hónappal ezelőtt, amikor a kulturális fővárosnak volt a nyitánya, de este volt. Másnap reggel visszamentem. Nem tudtam eldönteni egyébként, hogy ez Veszprém mi történik is. Egyébként történik. Az érdekes, mert én elég sokat járok Veszprém, nekem kötődésem van ahhoz a városhoz. De nemrégen meg kaptunk onnan egy levelet, azt meg is jelentették. Igen, de az is a kulturális dolgokról szól. De arról szól, hogy a veszprémiek saját magukat építették fel, tehát nem külső segítséggel. Jó, de tulajdonságosan belementünk ezekbe. Úgyis lesz egy témán később, hogy amikor az állami támogatásokat osztották ki ezeknek a nagy cégeknek, ez ma reggel jelent meg itt nálunk, nem tudom, láttad-e, és abban 6 vagy 8 veszprémi volt. Tehát nagyon-nagyon sok veszprémi cég volt. Ez viszont igaz? Igen, ez mutat valamit. Mondjuk az alajját sem volt ott. De ez egy mutató szám, tehát erről érdemes beszélni, vagy igen, későbbiekben. Jó, de térjünk azért oda vissza azért, hogy azt mondod, hogy úgy látod, hogy ott, mivel ugye ott fideszes a városvezetés, hogy így hasítanak, ezt mondtad azt. Igen. Hiszem, igen. De csak abban gondolok, hogy most múltkor Balaidz polgármester úr azt mondta, hogy az elmúlt 3 évben 9200 fát ültettek el. Mi nálunk 1000 fa van úgymond elültetve, de én amikor a főkertésztől kikértem az információt, hogy a képviselők által bekért javaslatokból mennyi fát ültettek el, az csak 259, tehát az a hivatalos 1000 fa program, ami 2020 márciusától datálódik. Tehát a 9200 meg a 259 között azért van jelentős különbség, és ha csak ezt egy ilyen szeletben nézem, az sem mellékes. Két dolog jutott eszembe, az egyik, ez az 1000, ez tényleg iszonyú nyögvenyelős, tehát menét mondtam itt a szerkesztőségből, hogy mi kimegyünk két ásóval, és akkor hanem a másik viszont az, hogy mi volt a másik, amit mondtál az elején? A fák előtt. Valami téma volt. Mindegy, akkor ugorjunk. Ennyit erről az 1000 fáról. Igen, ez valóban nem egy ilyen nem sikertörténet. Sikertörténet, igen. Hát meg lehet olvasni olyat is, hogy valaki 20 év alatt elültetett 5 millió fát valami szigeten, de hát ugye ezek ilyen extrém dolgok. De hogyha már növényekről van szó, akkor egy picit mondtam, hogy erre visszatérünk a fűnyírásra, elkezd nőni a fű. Hát ott járunk most már az évnek azon a szakaszában. Ha minden igaz, mától kezdve úgyis már igazán ilyen tavaszias idő lesz, most lesz még egy-két nap hűvösebb, de aztán jön a
jönnek a tavaszi napsütés, jön a tavaszi napsütés, vagy jönnek a tavaszi esők, és ez olyan, hogy akkor így a fű elkezd nőni majd. Így van, napi van. 2 centimétert berobban a természet. Van mérőszalagod már az idén? Van, de tehát nem szeretném elővenni egyébként. Tehát megkaptam azt, hogy én vagyok a füves ember, és próbálok is ennek megfelelni egyébként. A Damjanics János utca, ugye a Magyar Tenger Vendéglő utcája az etalon ebben a témakörben számomra, és ugye tavaly 178 cm-es fűmagasságot mértem. Az első fűnyírás ott május legutolsó napján történt meg, de volt olyan a körzetemben, ahol június közepén a B-telepen akkor nyírtak először, és alpolgármester úr mondta egyébként, hogy ez minden évben problémát jelent. Most az összes gépet beszerezték, tehát ugye egy jelentős összeggel támogatták a szomparkot, megtörténtek a közbeszerzések, minden gép rendelkezéssel. Beszéltem az igazgatóról, itt lényegében az emberi erőforrás, ami szerintem problémát jelent, ugye a damirosoknál lesz itt a probléma. Ez a kézi. Így van, a kézi, tehát azok az árkok, amiket majd ez a fűnyíró traktorral nem tudják lenyírni. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Én abban vagyok érdekelt, hogy ez jobban menjen, tehát mindent megteszek a magam lehetőségei szerint, hogy felhívjam a figyelmet a városvezetésnek is, és az illetékes cégvezetőnek is, hogy én hogy látom, mit kellene másképp csinálni. De a te bejegyzéseid, és várható bejegyzéseid, elmúlt és jövendő bejegyzéseid alapján akár úgy is tűnhet, hogy a városnak a legnagyobb problémája az, hogy gyorsan nő a fű, és nem tudják olyan gyorsan levágni. Úgyhogy tényleg ez a lenni a probléma, akkor az mégsem akkora probléma. Ez csak egy szelete ennek az egész tortának, a probléma halmaznak. Ugye a másik a város üzemeltetés, tehát a kátyúzás, vagy a patkarendezés, járdaépítések, a köztisztaság. Tehát múltkor a borítóképemre ugye ráugrottak a baloldali képviselőtársak, hogy én szándékosan Bokányi Adrien mert meg akarom alázni azzal a borítóképemmel, hát szó sem volt róla, hanem végigmentem ott. Mi volt azon a borítóképen? Hát az Éhen Gyula téren, tehát ott a Blagusz iroda pihenőhelység mellett volt egy kék vas hulladékgyűjtődei, ami csurdoltig volt szeméttel. És meg ez a Bokányi Adrien körzet. Így van, és hát ugye én meg ezt láttam, mentem át a bisztróhoz, ugye kolbászolni egyet, és én sokkot kaptam. Tehát azt gondoltam, hogy borítókép, és természetesen bejelentettem az igazgatónőnek, és írtam levelet, másnap aztán kimentek, rendbe tették a területet, egyből megköszöntem egy 20 perces beszélgetés keretében, és elmondtam, felhívtam a figyelmet, hogy mit kellene másképp csinálni, meg hát azért nevelni kéne az embereket is, mert ott, hogy azt még elmondom, hogy a vasútállomáson ugye azok a dolgozók, akik a vagonokat tisztítják, kijönnek 10 órai szünet, vagy nem tudom, valamilyen szünet keretében, bemennek oda a lángososhoz, és még egyet beleszívnak a csíkbe, és elpöckölik. Pedig 15 vagy 16 ilyen zöld hulladékgyűjtő edény van, tehát elképesztő. Hát igen, ez az embereket, emberi tudatot megformálni, vagy ez állandóan a hulladék gazdálkodásban is felmerül, meg mindenféle dolognál, de ez a legnehezebb, nem? Lehet ugye, a kukákat gyorsabban üríteni, lehet gyorsabban vágni a füvet, minden, de hát... Ugye a köztelet felügyelet vezetője mondta, hogy nincs mögötte az a büntetési tétel, mert itt is ugye az állam belenyúlt, azt hiszem 2021 márciusától, tehát nincs ez a helyszíni bírságolási lehetőség, hanem átvegy ez a kormányhivatalon keresztül, és akkor egy ilyen 4500 forintos büntetést kap végén a delikvens, ennek nincs visszatartó ereje. Tehát hogyha ott azonnal mondjuk 50.000 forintra meg tudnák büntetni, vagy mondjuk az, hogy egy hétig söpörje ott a csikket, akkor azt hiszem, hogy annak tényleg igazi nevelő hatása lenne. Viszont én tudom, hogy mit felejtettem el az előbb, ami nem jutott eszembe, és ide kapcsolódik. Tehát ismételten ki akarom ugrasztani a nyulat, hogy... Gondoltam. Tehát nagyon figyelj, hogy mit mondasz. hogy azt mondod, hogy Zalaegerszeg jobban fejlődik Veszprém, és azért fejlődik jobban, mert ezeknek a vezetősége kormánypárti. Ezt így jól értem? Hát úgy gondolom, hogy Balait Zoltán majdnem minden héten felmegy Budapestre tárgyalni. Nem tudom, hogy Nemény András minden héten feljár-e. Azt azért látjuk, hogy most egyébként a rezsi összegek kompenzációja miatt Szombathely elég jól kapott pénzt, meg ugye a
helyi iparűzési adó kompenzációképpen is célzottan kaptunk támogatást, amiből aztán a Nádasdi, Ferenc, a Paragvári, meg egyéb utak ugye megújulnak, és ez mind szép és jó, de valahogy mégis úgy érzékelem egyébként, hogy a kormánypárt felé lejt a pálya. Ugyanúgy, ahogy nekem nem lejt a városi közgyűlésbe, tehát már 3-4 éve kolompolok a Herényi temető előtti parkoló megépítésével kapcsolatban, vagy a Gotthárd iskola előtti 3 utcának a rendbetételével kapcsolatban, és ez valahogy nem megy át a tudaton. Jó, na jó, de ez nem így, az én jogérzékem azt mondja, hogy ez így alkotmányellenes, tehát akár az egyik, akár a másik. Ez egy szubjektív véleményem, és nem gondolnám azt, hogy most Szombathely is kap forrást, amit az előbb elmondtam, Zalaegerszeg is kap forrást, mindenki kap forrást. És a kormány kisegíti az önkormányzatokat, tehát most is van egyébként egy olyan alap, ami az éves szinten a rezsibe besegít. Tehát azt hiszem, hogy 4 alkalommal lehet erre pályázni. És a város vár is ebből bevételt. Csak azt gondolom, hogyha az ellenzéki városok állandóan abban a kommunikációban vannak, hogy ütig vágják a kormányt, hogy mindenért a kormány a felelős, a kormány a hibás. Ha valami forrás mégis beérkezik, akkor meg ugye mondjuk verik a mellüket, hogy hát ezt mi elintéztük, hogy ez a mi érdemünk, ez nem a kormány érdeme. Ez politikai kommunikáció. Igen, ez politikai kommunikáció. Nem, András azért többször megköszönte a támogatást nyilvánosan. Igen, meg is köszöni az államtitkároknak, vagy a miniszternek éppen, de én azt gondolom, hogy ebbe bent van Hende Csabának is a közbenjárása, tehát őneki nem nagyon köszönik meg, őt mindig szeretik sajnos kihagyni ebből kifejten. De jó az, hogy ki mit intézett, ez megint elintézte ezt, azt nem intézte, elintézze el, ezeket én nagyon szerettem mindig is, de hogyha ha Szombathely valamilyen módon tegyük fel hátrányban van, gazdaságilag, vagy akármilyen beruházás lehívható források tekintetében, akkor ez nem magyarázhatja azt, amit az előbb mondtál, hogy az utak, az utcák állapota, a járdák és hasonlók, hát nincs forrás, miből? Hát ugye a hipából több bevétele van Szombathelynek, mint Zalaegerszegnek, és ezért aztán Zalaegerszeg viszont több forrást kapott arra, hogy az utakat vagy járdákat felújíthatja, mert őneki nincs annyi forrása, saját önálló forrása. És ott ugye egy ilyen nagyon komoly járda meg útfelújítási program valósul meg 15 milliárd forintból, azt hiszem, hogyha jól tudom a számokat. Igen, csak mondjuk a hallgatók, nézők kedvéért, mi ez a hiba? Ez ugye a helyi iparűzési adóbevétel, ami az itt települt gyárakból befolyó összeg, ugye amit minden évben a költségvetésért felelős alpolgármester alul tervez, úgymond, és akkor mindig aztán bejönnek a nagyobb összegek, hát ez ilyen 10 milliárd forint körül van. Várja, ezt akartam mondani, csak te mondtad, hogy erre a számra is gondoltam. Tehát, hogy én ezt valahol olvastam, hogy Zalaegerszeg majdnem fele, mint Szombathely. Igen. Ugye? Jól tudom. Hát annyira mégsem dönget Zalaegerszeg, hogyha fele annyi a helyi adóbevétel. De ugye ez most majd változni fog, tehát az alazon, meg az a tankgyár, meg az egyéb többi beruházás miatt. Még nem értek be a beruházások, nem készültek el, nem kezdtek el termelni. Így van. Nincs még bevételük. Jó, hát megfigyeljük, hogy hogyan alakul ez. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyivel fog nőni nekik a HIPA bevétel, és akkor utána... Igen, de 10 évben jön már, hogy milyen az beruházások vannak, és fele annyi az iparőzési adót akkor. Uh-huh. Jó, lépjünk tovább, de még maradjunk egy kicsit azért a növények meg a természet közelébe. Nemrégiben elkezdődött az emlékmű környezetének a felújítás, ugye ezt ki kell hangsúlyozni, mert magát az emlékművet nem újítják fel, és ugye ez egy vállalkozói felajánlás volt a... Mi a neve a cég? Metal Hungária. ZRT-től, akik gyakorlatilag ezzel akarták valamennyire kompenzálni azt, hogy megvásárolták a tóvendéglő épületét, és hogy ott majd valamikor irodaházat építenek, de ott sem kezdődött el, ha jól tudom. De 120 millió forint van ebbe, ott adtak erre az emlékmű környezetének a rendbe tételére, és itt ezzel kapcsolatban azonnal ki is robbant a vita, hogy mit kellene csinálni vele. Mármint az emlékművel. Én üdvözlöm a vállalkozónak a felajánlását. Én azt gondolom, hogy az emlékmű
környékének a rendbetétele az is egy kiemelt városi érdek egyébként, tehát ott az emberek szeretnek oda kimenni a természetbe, és tényleg az a lépcső, meg az a környék, az a környezet, hát nem méltó, hát az nem méltó Szombathely ez egyébként. Aztán, hogy utána még mit lehet oda fejleszteni, tehát, meg ugye múltkor itt volt a Pál Feri is, és ő azt mondta, hogy lebontaná az emlékművet. Igen. Erről is, hogy egy nyilvános vitafórumot lehetne csinálni. Én se vagyok a pártján annak egyébként, hogy ez az emlékmű megmaradjon, mivel hogy a felszabadulást jelképezi mind a mai napig, ami egyébként ugye nem felszabadulás volt, de attól függetlenül Szombathelyhez tartozik, és mivel hogy a velénk élő történelem része, ezért mégis azt mondom, hogy elfogadom a többségi akaratot, aki mondjuk azt mondja, hogy maradjon meg. Én olyan sokszor elmondtam már a véleményemet, hogy csak annyi, hogy így kéne hagyni, ahogy van, és mindenki úgy értelmezi. Hát igen, előbb-utóbb úgyis lekopik róla ez a felszólalás, már régóta nem így hívják, és ugye, ha jól tudom, akkor ez egy egész komoly művészi, vagy műszaki teljesítmény, tehát mérnöki teljesítmény is, hogy ezt így megcsinálták. Igen. Hát ezen a kis alapzaton áll egy ilyen nagy hatalmas. Ugye alpolgármesterünk Illés, vagy volt alpolgármesterünk, Illés Károly frakcióvezető, az volt egy videója, amiben egy ilyen egy éttermet vizionáltott, vagy egy ilyen szabadidő lehetőséget. Hát egy rendezvénytér az így van, egy rendezvénytér. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó irány. Azzal egyet tudok érteni abban a videóban megfogalmazott állításokkal. Persze, csak ugye nem volt az, hogy ez most közpénzből, vállalkozói pénzből, hogyan, tehát mindig tudjuk, hogy az ördög a részletekben. Hát távlatibb tervez azért. Valami kevés pénzt, egyébként most is ad hozzá az önkormányzat ilyen padokra, meg igen. Nem tudom, 3 millió forintot, vagy valahogy így, tehát valami kisebb összeget ad. Mert hát igen, ugye ami ugye belefér, amit a vállalkozó leadott terveket, az abban láttuk azt, hogy mi van, és gondolom az fölött akkor a városvezetés még ezt kipótolja ott padokkal, hogy még jobb legyen. Ez azért csak nehogy az legyen, mint a Soma körzetében a nemrég átadott játszótéren, ugye mert megtönkretették a padokat. Tehát, hogy... Derkovicson? Igen. Igen, pár padot ott elintéztek, hogy nehogy az legyen, kirakunk több tucat padot, aztán utána meg... nyáron meg mindjárt jönnek az éjszakai munkások, és akkor úgy gondolják, hogy ezen alakítani kell, mert ez nem hát lehet, nem elképzelhető, hogy ez a terület meg elég jobban ki is esik a lakott részt. Igen. Aha. Hát meglátjuk majd. Én minden esetre szívesen fölmennék oda valami jobb program kedvéért, hogyha... Jobb program bárhova. Ugorjunk, jó? Ma megjelent reggel egy cikkünk Tóni Tollából, ami arról szól, hogy a multikat, és most az ipari multikról van szó, nem a bevásárló központokról, tehát az ipari multikat elég nagy összegekkel támogatja az állam a beruházásaikat. És hogy, de ezeket a pénzeket ugye a mi adónkból fizeti ki az állam a multinacionális cégeknek, akiknek ugye egyetlen céljuk van az, hogy profitot termeljenek. De átadom a szót a Tóninak, mert ő írta ezt a cikket. Közben, mielőtt bejöttünk volna, elolvastam ott a hozzászólásokat, és így többen írták, hogy így félig van kész ez a cikk, mert ugye nincs, tehát ott vannak az adatok, így összegyűjtve, valamennyire rendszerezve, és nincs nem mondtam le következtetéseket ebből, és illetve hát utána még, hogy mit kellett volna még kérdezni ezen felül. Teljesen igazuk van, illetve részben igazuk van, mert van olyan adótitok, stb. Tehát lényeg az, hogy született egy nagyon hosszú listán. Kormány minden évben folyamatosan, tehát van egy keretösszege, ilyen támogatási forma, elég régóta megy egyébként, ez nem az Európai Uniós pénzek, hanem a magyar kormánynak a pénzei, és bő egy év alatt 150 milliárd forintot, tehát támogatást adott ezeknek a cégeknek. Nem csak multinacionális cégek vannak benne, vannak magyar cégek is, egyébként pont itt van Vas megyében, Szombathely mellett, ugye a Galambos Transz az egyik, aki, tehát magyar cégek is részesedtek ebben. És azért nem akartam én, vagy azért nem
összegeztem, és nem voltam le tanulságokat, mert nagyon nehéz tanulságokat levonni ebből. Azt a két nagy vélemény van ebből, az egyik, mind a kettőt leírtam, az egyik az, hogy ugye amíg a kis cégek, a kis magyar cégek, hát mindenki ismeri ilyeneket, hónapra hónapra élnek, befizetik az áfát, miből fizetem be az áfát, megemelik a minimálbért, miből fizetem ki, és így tengődnek évekig, akár évtizedekig, mindenki ismeri ilyen céget szerintem. Közben is ezt a pénzt valahogy átviszik a multinacionális cégeknek, ez az egyik vélemény, a másik vélemény viszont, beszéltem olyan közgazdászokkal, gazdasági szakemberekkel, akik azt mondják, hogy ebben van racionalitás, mert ha megnézzük ezeket a nagy cégeket, Szombathelyen is egyébként, ugye másik a TDK volt, aki kapott ebből, hogy ezek a cégek nagyon-nagyon sok embernek adnak munkát, és ők versenyképesek a nemzetközi piacon is, tehát ezek az összegek úgymond valamilyen módon megtérülnek. Adót is fizetnek. Én még mindig nem értem egyébként, ettől függetlenül, hogy egy BMW a világ egyik leggazdagabb cége, hát miért kell nekem az én adómból őt támogatni, hát vagy amikor a Sopronban Heineken egy multimilliárdos söripari koncern, és akkor a magyar állam ad neki valamennyi pénzt. Nekem azt tetszik, amikor a kicsiket említetted meg, tehát hogy hónapról hónapra élnek, és valóban nagyon sok ilyen kisvállalkozás van. Ugye minden évben van ez a kötelező minimálbéremelés, és akkor ugye meg kell emelni, és akkor ugye hogy sakkozzák ki, hogy a dolgozóknak ki tudják fizetni egyáltalán a bért. Vannak olyanok is, akik aztán ugye azt mondják, hogy le kell hatórázni, tehát nem tudja 8 órába tovább alkalmazni a dolgozókat. Tehát egészen elképesztő dolgokat hallok, és innen ebből a tükörből nézve, hát igen, fáj. Ez egy fájó dolog, hogy a nagy cégeket, ahogy említetted, most nem a reklámhelye, de a BMW vagy helyeken, amiket mondtál, hogy azok megkapják itt a milliárdokat, ami befizetett adónk. Tehát, hogy jobban kellene támogatni a saját kis mikrovállalkozásainkat. Most hallottam múltkor valamelyik műsorban, hogy 300 milliárdról 1000 milliárdra emelik föl, hogy így pályázhatnak így bizonyos cégek. De ez hitelkeret. Hitelkeret. Igen, ez tegnap a kormányinfón hangzott. Tehát akkor ezt vissza kell nekik. Ezek vissza nem térítenek, amit kaptak ez az 100 milliárd. Ez a hitelkeret az annyi, hogy ez kedvezményes kamatozású. Tehát jó, bőven az piaci kamat alatt van. Igen. Nekem is volt, most is van kis vállalkozásom, meg volt is egy kicsivel nagyobb vállalkozásom, és ott is mindig tehát hónapra hónapra mindig ment ez a sakkozás, ami a magyar kis cég, 80%-a nagyjából így. Csak ugye amikor mondtam valakinek akkor, és azt mondták, hogy minimálbért nem tudjátok kitermelni, hát akkor nem kell vállalkozni. Tehát, tehát azért nagyon sok olvashata van ennek, de hogy nőjön meg a szerencsétlen, amikor állandóan mindenki, emlékszem, hogy mindig az volt, hogy valaki jött és fizetni kellett. Akkor jött, nem tudom, jött az új, mi ez, olyan pénztárgép, akkor jó, annak nem sok, mint tudom én, 10-es, jó, de akkor jött valaki, jöttek a tűzoltók, lejárt az a tűzoltó készülék, újat kell venni. Tehát mindig volt valami, ami oltani kellett a lángokat. Nekem az fáj be az egészben, amikor ugye megnézzük ezeket a cégeknek a beszámolóit az adózás utáni eredménybe, hogy ilyen 60-80 milliárd, tehát egészen hihetetlen, és azt a profitot ő egy az egybe kiviszi, vagy én nem tudom, hogy ezzel mi történik, de hogyha ilyen profitja van adózás után, akkor tényleg ott miért kell nekünk 20-30 milliárdot oda beletömni? Tehát nem tudom, de biztos, hogy a közgazdászok ezt jobban tudják, amit mondtál is az előbb, hogy a számok lehet, hogy ezt visszaigazolják. Az új cégeknél, ami mondjuk új vállalkozások Magyarországra településénél, azt megértem, hogy ugye nem a Szijjártó Péter ide csábítja az új cégeket, és akkor ott kap
kapnak olyan kormányzati támogatást. Abba azt mondom, hogy oké, de amik már eleve itt vannak, nem tudom. De hát ugye itt van a galambos élő példa, ez is azért a szombathelyi gazdaságot segíti, tehát hozza nekünk majd a hipát, ugye, amiből aztán tudunk ereszteni. Tehát kapunk vissza, tehát az állam, hogy adja a cégeknek, a nagy cégeknek, abból a helyi városokba lesz bevétel az önkormányzatoknak is. Én nem gondoltam volna, hogy én a kormányt fogom védeni ebben a műsorban, vagy kormányra, de alapjában véve az, ami mondtad, hogy régóta itt lévő cégek, de pénzt kapnak azért, mert mondjuk építenek egy üzemegységet, vagy bővítenek, vagy akár, ami a legjobb lenne egyébként, egy kutatófejlesztő központot csinálnak, hogy ne csak az alacsony hozzáadott értékű munka legyen itt Magyarországon. Ha ilyeneket csinálnak, azt én úgy alapjában, abból a szempontból meg tudom érteni, hogy ez némileg gazdasági, de némileg politikai kérdés is, mert hogyha azt mondják, hogy nem kaptok hozzá, mondjuk a költségeknek ha 20 vagy 30%-át nem állja az állam, akkor fogjuk magunkat, és ezt elvisszük a valamelyik másik országban, nem akarok most példákat mondani. Tehát azért ez is benne lehet. Itt azért elég kemény érdekek vannak. Igen, ez bonyolult dolog, és nagyon nehéz ebben tisztán látni, mert rengeteg olvasata van. Azért is nem akartam ilyen levonni, és minden, ahány ember kérdezel, mindenki mást válaszol. Ebben a témában a legjobb lenne ezért Szijjártó Pétert meghívnátok. És meghívjuk ezzel, mert ide a podcastba, és akkor talán elmondja, hogy ez hogyan van. Hogyan csinálják másik államok, ez bevált gyakorlata itt a közepesen fejlődött országok között, hogy ez így működik. De ettől függetlenül, mert tényleg kisvállalkozókat nagyon, akik 1 millió gondjuk van, és akkor akik velem beszéltem, tényleg azt mondja, hogy éppen összevakarom az áfát, meg mindent befizetem, és másnap hallom, hogy az állam, tegyük fel, akkor 5 milliárd forinttal megtámogatta a helyeken. Jó, és akkor az én adom, hol van az adóm akkor. Gábor, valami utolsó ez a témához, vagy léphetünk? Mehetünk tovább. Menjünk tovább, mert már azért egy fél óra eltelt már az időnkben. A legfontosabbakat megbeszéltük. Önkormányzati választások ugye hamarosan jönnek az önkormányzatok, hamarosan körülbelül egy olyan 14 hónap, ha jól számolom. 14, így van. 15 hónap, de hát ez azt jelenti, hogy nem sokára startol a kampány, szerintem a nyáron, nyár végén be lesznek jelentve a hivatalos jelöltek is. És ezt azért mondtam, hogy kit mondhattam azt a szót, hogy jelöltek, ugyanis nálunk volt egy szavazás, ami természetesen nem volt reprezentatív, ez csak a nyugat olvasóinak a véleményét tükrözte. Megpróbáltuk a szóban forgó jelöltet, tehát nem volt semmiféle hivatalos, sem hivatalos, sem félhivatalos bejelentés, szóban forgó jelölteket kértük az olvasókat, hogy szavazzanak. Volt egy olyan jelölt is, aki végül is 13 vagy 14% kapott, de ő el is tűnt, nem foglalkozzunk vele most ebben az ügyben. Viszont a két jelölt, akik szerintem egyébként már 2019-ben is valamennyire megküzdöttek egymással, ugye említetted már Illés Károlyt, aki alpolgármester volt az előző ciklusban, jelen pillanatban a Fidesz frakció vezetője, és ott van Balázsi Péter, megyei főjegyző, aki 2019-ben ő volt a Fidesz polgármester jelöltje, és nem sokkal kapott ki Nemény András. 1%-ponton belül volt a különbség. De. És a kettejük között egyébként nem az olvasóink szavazata alapján sem volt nagy a különbség. Néhány talán azt hiszem 3%-ponttal összesen Illés Károlyra szavaztak többen, hogy ő lesz a Fidesz hivatalos képviselőjelöltje. Hogy látott ezt? Ezt mint a frakción belül, árulj már el valamit. Nekem kicsit meglepődtem, hogy ennyire szoros közöttük az olló, úgymond, hogy nem nagyobb a különbség. Ugye én azért a várost járva azt érzékeltem, úgy a jobboldali szavazópolgárok, érzelmemberek körében, hogy Balázsi Pétert nagyon várnák, hogy visszavágjon Nemény Andrásnak. Nagyon fáj a jobboldali embereknek az, hogy nem tudtuk elhozni a polgármesteri széket. Ugye a 22-es országgyűlési választást megnyerte Hende Csaba, és hát ez a 19 ugye átbillent a másik oldalra, és hogy adnának még egy esélyt Balázsi Péternek. Ugyanakkor ugye Péter nem vette fel a mandátumot, mert akkor ő felvehette volna. Beületett volna a közgyűlésben, kialakíthatta volna az álláspontját, egy új arculatot mutatott volna meg, ezt ő nem tette meg.
ez nem tudom, hogy miért, erről nem beszéltünk. Mi pedig a jelenlegi Fidesz frakció tagjai Illés Károly vezetésével csináljuk, amit tudunk így ellenzékben, és látom azt, hogy Károly agilis, ő próbálkozik egy olyan látásmódot, meg van neki tapasztalata, rutinja, ami szerintem alkalmassá teszi arra, hogy polgármester jelölt legyen, kihívója legyen Nemény Andrásnak, vagy hát ki tudja, hogy a bal oldalon is ő lesz az egyetlen ember, hiszen annak idején Ceglédi Csaba a veszted választás után a következő nap azt mondta, hogy hát baloldali jelölt még ennyi szavazatot nem kapott Szombathelyen. Tehát ezzel, mintha azt akartam volna üzenni, hogy őnek is vannak ilyen ambíciói, hogy polgármester legyen. Tehát ez egy érdekes dolog, de még annyit azért elmondok, hogy Nemény András polgármester az mindig célozgat nekünk egyébként. Tehát, hogyha jön egy ilyen városi rendezvény, ott összefutunk kéz-kéz, és akkor azt mondta, hogy na, úgy hallom, hogy Illés Károly lesz a befutó, ugye? Én mindig oda szól egy ilyen mondatot, és akkor én nem tudom, nem én vagyok ebben a kompetens, hogy eldöntsem, tehát minthogyha ebből azt sugalná Nemény András, hogy ő jobban szeretné, hogy Illés Károly legyen az ellenfele. Igen, de Nemény András egyébként azt is mondta nemrégében, hogy egy ciklust szeretne még eltölteni polgármesterként, tehát mindenképpen ő indulni fog, abban biztosak lehetünk. Nem, mint a Fidesz frakcióban lévő, te is úgy gondolod, hogy kettőjük közül fog kikerülni a polgármester jelölt? Ennyire mélységében én nem látom ezt. Én nem vagyok a Fidesz szervezetének a tagja. Tehát Fidesz taggyűléseken nem veszek részt. Frakcióüléseken veszek részt. Ott ezek a dolgok nem hangzanak el. Nyilván Hende Csaba országgyűlési képviselőnk, a választókerület elnöke, régi rutinos róka ebbe a szakmába, úgymond, és ő tudja, hogy mit akar, ő dönti el. Én csak magamról tudok beszélni abból a szempontból, hogy mi beszéltünk arról, hogy kérdezte, hogy szeretnék-e indulni, hogy látom a körzetet, mit gondolok erről, és erről volt már egy beszélgetés, de még erről sincs meg a végső döntés. Tehát ez azt gondolom, hogy lemegy ez a folyamat, és biztos, hogy vannak a jelöltek. Folyamatban van ez az ügy, biztos. Tehát azt mondtad, hogy Hende Csaba dönti el, hogy kik lesznek a jelöltek, hát vagy ki lesz a polgármester jelölt? Tehát a polgármester jelölt, begondolom, hogy ő neki van egy előterjesztési joga, és ezt ott az a tanács, vagy az a grémium megvitatja majd, hogy ki lesz, hogy lesz, meg hát lehet, hogy úgy gondolom, a Fidesz is mér. Tehát miért? Tehát, folyamatosan mérnek a pártok, az egyértelmű. Mérnek a pártok, és ugye ebből a számból, ugye te mondtad is, hogy nem reprezentatív ez a felmérés. Nem, abszolút. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesznek annak azt a tényleg van reprezentatív mintavételi lehetősége, és abból leszűrik azt egyébként, hogy mit akarnak az emberek egyrészt, másrészt meg ki az, aki alkalmas. Már 2019 előtt a kampányban is szó volt arról, hogy itt tulajdonképpen egy Hende Csaba és Balázsi Péter küzdelmet látunk. Mi erről a véleményed? Valóban volt egy ilyen küzdelem? Erről szólt az egész, és most azóta is erről szól. Ezt így nagyon próbálják felfújni ezt a lufit. Nyilván a kampány hevében vannak nézeteltérések, hogy melyik az a kampányelem, ami célra vezet, ami győzelmet hozhat, melyik nem. Ilyen nézeteltérés volt, amennyire én ezt tudom. Azóta ezek a dolgok elmúltak, elcsitultak. Én nem látom azt az éles konfliktust közöttük, mint amit ti így leírtatok. Tehát ezt a részét én nem érzékelem, de az is fontos, hogy egyáltalán a Péter akar-e polgármester jelölt lenni. Megkereste a Csabát, vagy kolompol ez ügyben, hogy... Ezt csak úgy mondom de egyébként, hogy... De eléggé aktivizálta magát az utóbbi. Hát most nézd, a Facebook oldalon, vagy tehát a közösségi oldalakon, igen, az ember megnyilvánul, de én nem látom neki a Szombathelyről azokat a vizionális jövőképben mutató megnyilvánulását. Az, hogy most egy rendezvényre elmegyek és posztolok arról, hogy ott vagyok, az szép és jó, de abból nem tudjuk meg, hogy mit akar ő.
Azt látom, hogy Illés Károly mit akar. Tehát ott tudok mellette, tehát konkrétan tudom, hogyha nekünk is van mondjuk néhány napirendi pontnál eltérő véleményünk, azt meg tudjuk beszélni, hogy van, de ugyanezt nem látom Péterrel kapcsolatban. Uh-huh. Jó, nem sok időnk van még, de azért egy-két dologról még mindenképpen beszélnünk kell. Ugye te voltál az, aki közzétetted a sajnálatos halálos baleset gyalogos gázolás után azt, hogy megcsinálták ott a világítást azon az útszakaszon. De itt a beszélgetésünk elején azt is mondtad, hogy itt ott azért nem állt meg a dolog azzal, hogy megcsinálták a világítást, hanem ott sokkal komolyabban rákészültek ott a hatóságok is, önkormányzat is. Mindenki arra, hogy azért ezeket a veszélyhelyzeteket, a veszélyforrásokat kezelni kell. Erről van szó, ugye? Így van, hát az a baj, hogy itt is egy esemény után futunk. Ugye 2018-ban volt már a Vizönti utcai zebrán egy halálos kimenetelő baleset, és most, hogy ugye a Kertész TSZ-nél lakópark épült, ott azt a meglévő bekötő utat használják a gyalogosok, a kerékpárosok, és sok kis iskolás, hogy eljussanak a Gotthárd iskolába. És ez gyakorlatilag ez egy időzített bomba volt. Tehát itt most futunk az események után, én kezdeményeztem egy egyeztetést, ugye a 8721-es út az a állami közút fenntartásában van, és bejöttek a közút igazgatója, a szakemberei, a rendőrség részéről, a városvezetés részéről, a polgármester úr és a bizottsági elnök, jó magam voltunk ott és a jegyző úr, és megbeszéltük azt, hogy mik azok a szükséges lépések, amiket meg kell tenni. Mindemellett aláírásgyűjtés is van folyamatban, több mint 150 aláírás gyűlt már össze, hogy haladéktalanul épüljön ott egy gyalogátkelőhely, a meglévő gyalogátkelőhelyet tegyük védettebbé, és hogy a sebesség csökkentése érdekében történjenek meg a szükséges intézkedések. Aztán ezek meg is fogalmazottak egyébként a jegyzőrnál, és ebből most lesz egy ilyen intézkedési csomag, tehát a sebességmérés az egy kiemelt fontos dolog, akkor a táblák lesznek kihelyezve, forgalom, sebességcsökkentés táblák, és aztán majd ezek után a gyalogátkelőhely kiépítése. Ez a Trafibox szerintem ez egy nagyon jó megoldás lesz itt is. Jelenleg mérnek egyébként majdnem minden nap ezen a szakaszon, és a rendőrség elmondása szerint nem érdemtelen a mérés, nagyon sokan a 40-es tábla hatály alatt 90 km per órával szágúdoznak ezen a szakaszon. Hát igen, ez egy tipikus, mondom, egy magyar dolog, hogy mindig utána megyünk az esemnek, megtörténik valami tragédia, és utána mindenki föleszmér, hogy mit kellett volna korábban tenni. Sajnos ez nem az első, és félő nem is az utolsó ilyen esemény volt. Ugye azt elmondták a szakemberek, hogy a gyalogátkelő hely az is egy hamis illúziót kelt az emberekbe, egy hamis biztonsági érzetet ad, a legtöbb baleset gyalogátkelő helyekénél történik. Tehát ezért is fontos itt, hogy egy trafibox legyen kihelyezve, vagy folyamatos mérés, ami tényleg aztán igazából csökkenti a sebességet, hiszen ez a legfontosabb. Ugye van valahol, nem tudom pontosan, nem is néztem azt a cikket igazán nálunk, hogy egy trafiboxot kiraktak valahova, és ugye a legújabb hír az, hogy már benne van a trafibox is, tehát most már miért? Miért is hol van ez a trafibox? Ott a Csaba utca, nem? Igen, van. Igen, hát ott végülis a VP útnál megyünk, ott a TDK, meg a egyéb ott vannak ilyen gyárak azon a szakaszon, ugye ott is 70 km per órás korlátozás volt, és nem vették figyelembe, sok baleset volt, és ez lett a megfelelő lépés, ami egyébként nem is olyan drága ennek az eszköznek a magának a letelepítése. Hát reméljük azért ez az egyeztetés, meg az utána következő lépések majd hoznak valamilyen pozitív változást. És nagyon kevés időnk maradt, azért térjünk egy kicsit kellemesebb témára, egy kicsit világosabb hangulatban. Az idén lesz a 20. Vagy 19. 19. mert ugye egyik évben a Covid miatt nem került megrendezésre, tehát 20 éves lesz a Herényi világút, ugye 2003-ban. Az 20. de a 19. Igen, jövőre meg lesz 20 a 20. Éve, nem, 20 éves, de 19. Így van, így van. És ilyen 20. Igen, 19 vagy egy ilyen 20. Igen. És mit lehet tudni róla? Hát most is nagyon sok megyében mozgolódó fiatal előadó művészek lesznek meghívva, mindamellett, hogy Mészáros
József, azt hiszem, vagy Mészáros János Elek, aki annak idején egy tévéműsorban volt híres szereplő, ő ad a Herényi Szent György templomban koncertet, és Agárdi Szilvia is a meghívottak között szerepel, ő vele még folyamatban van az egyeztetés, és hát jönnek majd, akik a megálmodói és együttműködő partnerei voltak, Ipkovics György, Magyar József, de jön a mi országgyűlési képviselőnk Hende Csaba, és Nemény András polgármester úr is ott lesz a díszvendégek körében. Ez mikor lesz? Április 22-23, uh-huh. vagy 23-24 valami ilyesmi. Emlékszem, egyszer külföldi ismerőseim voltak itt szombaton, kivittem őket, és abban az évben egy hőhullám volt, és 30-valahány fokban botorkált, de szerintem akkor májusban lehetett ez. Május nem, elején, mindig április utolsó. Mindig április. Tehát ugye a Herényben a Szent György búcsúhoz kapcsolódik ez, ugye. De iszonyú meleg volt, és akkor így próbáltam megmagyarázni, hogy így Magyarország mediterrán, vagy nem, és így nem volt egyszerű megmagyarázni, mi a francokeres április végét, a 30-valahány fok. Ugye ez az anyák napjához is kötődik, kapcsolódik, hiszen a kertészek, a helyi vállalkozások, azok, ezek az egynyári virágok ugye ilyenkor érik el teljes pompájukat, és a termékeiket ilyenkor értékesítik. Nagyon sok munka van ebben, már január elejétől készülnek a kertészek erre, és nagyon nehéz a dolguk, hiszen ő nekik is a rezsijárak nagyon elmentek. Hát most már sokan átállnak úgy, hogy nem gázzal fűtik az üvegházakat, hanem fával próbálják fűteni. És hogy itt nagyon fontos, hogy egyenletes hőmérsékletet tartsanak ezeknek a növényeknek. Tehát ugye a helyi virágvállalkozások is életben maradjanak, meg legyenek kulturális programok is, és ez a városunk második legnagyobb rendezvénye, ami azt gondolom, hogy folyamatos érdeklődést tart. De azért nyugtass meg minket, a Herényi Virág úton azért lesz bőven virág is majd ott. Biztos szóval vagyok bent, így van. Így van, a kulturális programok mellett, igen. A virág a főszerep. Na, most röviden, tényleg van két rövid témát. Az egyik, hogy bejelentették, hogy elkezdik a Szent István utcai híd felújítását. Ugye ott teljesen lebontják a hidat, és újraépítik, stb. Ott ugye már korábban az egyik sávot le is zárták, mert életveszélyes lett a híd. De ezzel kapcsolatban is elég komoly vita volt azért a közgyűlésben. Esetben a hidakkal. Nem hát igen, ugye annak idején, ugye, ahogy a Markusovszky kórház nál lévő hidat kellene felújítani, aztán akkor Kálmán jött azzal, hogy ezt a hidat, és akkor ugye hát nem mi vagyunk többségben, hát az ő akaratuk érvényesült. Szerintem fontos, nagyon fontos, hogy a hidak lendve legyenek Szombathelyen. Ugye minden évben van egy ilyen híd felülvizsgálat. Hát az én körzetemben is a Buzavirág utcai gyalogos híd az nagyon romatja állapotban van, de az Öntő utcai hídnál is látok problémákat, de ugyanúgy a Kopcsándi képviselők körzetében a Szófia utcai híd is ilyen. Rájuk fél a felújítás, és én nem vitatom el, hogy most a szakemberek tudják azt, hogy az a legfontosabb, akkor legyen az. Csak a többire is kerüljön majd sor, és legyen biztosítva a forrás. Majdnem fél évig tart a felújítás. És gyakorlatilag építenek egy új. Ott inkább tehát az az elkerülés lesz ott, hogy ezt a lakosság meg ott a... Buszjára. Így van, tehát hogy ott hogy fogják ezt megoldani. Türelem kell ehhez is az embereknek, megértés. Ja, nekem az jutott mindig, az jut eszembe ezekről a hidakról, amikor másfél vagy két évvel ezelőtt, amikor voltak ezek a politikai csörték, hogyha belérve az újságírókat, mindenki fog egy lapátot, meg zsalú deszkákat, akkor lehet, hogy már így kész lennének ezek a hidak. Tehát vannak hogy mondjam, tehát, hogy ez a híd persze egy fontos híd, meg komoly konstrukció, de hogy egy városnak nincs annyi pénze tartalékba akárhol, hogyha van egy híd, akkor jó gyerekek, menjünk oda, és akkor a városi cég, vagy valamilyen cég ezt így megcsinálja, hanem ezt így kormányzati pénzből, akkor politikai, melyik híd, ez a híd, az a híd, mert futkároztunk a sajtótájékoztatókra, nem történt semmi, csak a politikusok vitatkoztak egymással,
ahelyett, hogy egy hidat ott úgy rendbe raktuk volna. Nem jó üzenete van ennek. Tehát... Hogy érted? Hát azt, amit elmondtál, hogy ez a körítés nem igen, kellene. Ez a körítés, ez, igen. Ez nem kellene hozzá, nem. Hát itt van ez a probléma, oldjuk meg. Igen, lapozzunk, igen. Lépjünk tovább, menjünk előre. Tehát nem kéne ebből ennyit kihozni. Így van, nekem egy külföldi ismerősöm szintén azt mondta, hogy a magyarországi ilyen híreket, hogy mindig nem, tehát így beszélnek a politikusok. Tehát, hogy ezt mondja, válaszol, azt mondja, ő mondja, és ugye egy ilyen praktikusabban működő országban az úgy van, hogy van egy probléma, mondjuk a híd rossz, és akkor oldjuk meg, és akkor megoldják a hidat, és akkor ami ideológiai vagy politikai azon persze vitatkoznak, de egy híd az, hogy melyik vagy rossz állapot, és hogyan kell az, hát ez nem is kell ahhoz politikus, hanem egy szakértő kell, aki megnézi, és ezt is akkor kimegy a csapat, és akkor 3 hét alatt rendbe teszi. Ugye a politika, a kommunikáció művészete, és ebben mi nagyon nagyok vagyunk, a magyar nyelv ugye ez nagyon színes, és szeretjük ezt még jobban színessé is tenni, mint amennyire szükséges talán. Hát igen, csak ugye a gőz, mire megy, ugye nem a motorra megy, hanem a dudára. Ja. Jó, akkor még egy rövid témát megvennünk. Többször emlegetted már Hende Csaba országgyűlési képviselőt, aki most ugye éppen, ha jól tudom, még ott van Finnországban. Nem, megjött már. Te úgy tudom, tegnap Szombathelyen volt egy MCC rendezvény. Hát akkor ott volt kint Finnországban, igen. Meg Svédországban. Mi egyébként ajándékkal vártuk, ezt nem tudom, olvasta, de nem tudom, hogy el tudjuk-e juttatni majd hozzá az ajándékot. De mi a véleményed arról, hogy kiküldenek egy delegációt két olyan országban, akinek éppen a NATO csatlakozását kell ratifikálni, vagy illene ratifikálnom itt minél előbb? Hát ugye itt az ellenzéki oldal mondta azt, hogy nem fogadják őket. Volt ez a HVG-n, meg több ilyen forrásból is lehetett ezt olvasni. Aztán mégis fogadták hát őket. Én azt gondolom, hogy ahogyan én olvastam ezt, hogy 10 éve már nem volt delegáció ezekben az országokban, hogy érdemi ilyen kommunikáció, és nem csak a NATO ratifikáció, hanem maga az a kommunikáció újraélesztése, ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy a magyar kormány ezt a gesztust megtette, főleg Finnország tekintetében, aki 3 hét múlva lesznek a választások. Tehát azt mondhatta volna, hogy én kivárom ezt a választást, és én a jelenlegi vezetéssel nem tárgyalok, hiszen amúgy is a 4 évvel ezelőtti választáson rendkívül szoros volt a verseny a szociáldemokraták, meg a finn párt, az a jobboldali párt között. Ott is ilyen 1-2% pontos különbség volt. Mégis megtették, és én azt gondolom, hogy a kormányzat érzékeltette a jelenlegi szociáldemokrata vezetéssel, hogy fontos a kapcsolatokat újraéleszteni ebben a háborús helyzetben. Én bízom bent, hogy ennek jó üzenete lesz, és a Magyarország és Svédország és Finnország kapcsolatában egy rendeződés van. Most a maga az, hogy hogy milyen kommunikáció van az Európai Parlamentben Magyarország ellen ezekből az országokból lévő képviselők szájából, meg erre mi hogy reagálunk, ez csak az a bizonyos méregetés, de szerintem ennél sokkal komolyabb háttért beszélgetések, de tárgyalások Hende is voltak. Csaba is elég komoly klienteseket tett a magyar nemzetnek most, ugye, hogy a finn és a svéd képviselő, politikai szereplők rendszeresen hazudnak, meg ilyen hasonló dolgokat mondott. Hát igen, sajnos ez a vádaskodás része, ez jellemző a politikusokra egyébként, de azt gondolom, hogy ami a tárgyalóasztalnál történt, az nem biztos, hogy tükrözi teljesen azt, amit mondjuk egy jobboldali orgánum olvasóinak szánnak, azon kívül is van egy másfajta kommunikáció, de minden esetre amennyire én tudom, azért svéd Európa parlamenti képviselőktől is, meg a finnektől is elhangzottak éles kritikák velünk kapcsolatban, és hát mi sem valadunk adósok. Tehát a politika az már csak ilyen. Igen, adok, az egészen biztos benne, hogy a finn és a svéd képviselők is sületlenségeket mondtak Magyarország, én is tudom, hogy sületlenségeket, de azért a magyar kormány az ebben a műfajban szerintem jobb. Tehát, hogy mondjam, több sületlenségeket mond a mondjuk Brüsszel kapcsolatban, de ez nyilván innentől kezdve már csak egy ilyen szubjektív dolog, és nem biztos, hogy ezt most itt nekünk itt meg kell vitatni a maradék, nem tudom mennyi időben.
Józsi? Nem tudom, akkor Gábor, belemenjünk? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor eleve egy harcos politikus az európai... De ne menjünk bele. Ez a béketábor és a békeharc, mint seféle se farka az egésznek. Tudod, azt mondják, hogy harcolni a békért az olyan, mint szexelni a szüzességét. Mindegy. Nem mi fogjuk megfejteni ezt egyébként. Szerintem ebből nem menjünk bele, mert amit elmondunk, elég sok konkrétum, meg ilyen használható információk vannak, és itt akkor itt... Igen, oké. Jó, hát... Elfogadod az érvelésemet. Jó, de hát akkor szerintem be is fejeztük ezt. Gábor, téged bármikor várunk majd vissza. A választásokig még van azért bőven 14-15 hónap, tehát még jöhetsz addig, úgyhogy nem lesz ott probléma. Hát köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és akkor Horváth Gábor képviselőnek köszönöm, hogy itt volt velünk. Jó zsugat a kollégámnak, hogy ő is itt volt, és magamnak is köszönöm, Szilágy József vagyok, hogy itt voltam, és köszönöm nektek, hogy megnéztetek minket. Egy hét múlva pénteken találkozunk, ugyanígy a Nyugat Podcast péntekében. Sziasztok!